A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával számos szervezetnek, valamint a különböző egyházaknak is segíthetnek az adózók. Idén május 20-áig kell rendelkezni a felajánlásokról, a megmaradt összegek az államhoz kerülnek. Közel 1,5 millió forintos állatorvosi tartozása van jelenleg a Petscare Állatmentő és Környezetvédő Egyesületnek. A felvételeken látható kutyákat is az egyesület önkéntesei mentették meg. Több település gyepmesteri telepéről gyűjtötték össze az állatokat. Az egész megyét átfogó állatmentő feladatokra jelenleg mindössze 4 aktív munkatársuk van. A jogszabályok szerint a gyepmesteri telepre érkező kutyákat 14 nap után elaltathatják, amit gyakran meg is tesznek, mondta az egyesület alapító elnöke. Gyakorlatilag mindent beszállítanak, ami utcán van. Tehát mindegy, hogy egészséges, beteg, balesetes, hogyha megrendelést kapnak, illetve lakossági bejelentés érkezik a jegyzőhöz, vagy a polgármesteri hivatalba, akkor ők azonnal azért vagy 1 vagy 3 telefon után általában szoktak intézkedni. Úgyhogy gyakorlatilag teljesen vegyes. A kölyök kutyától a felnőtt kutyáig, az öreg kutyáig, a beteg kutya, egészséges kutya, a fajta tiszta kutya, keverék kutya, nincs kiemelhető belőlük, úgyhogy mindenkit beszállítanak, válogatás nélkül. Mi szintén válogatás nélkül mentünk mindenkit, akit tudunk. Nyilván a befogadó képességünk korlátolt, mellette rengeteg rehabilitációs munkánk van a bántalmazott és balesetes kutyákkal. Nagyon sok a műtéti operációs állatorvosi költségünk, ezért történt az, hogy idén kicsit megcsúsztunk a költségvetésben, mert túlvállaltuk magunkat mentésben. És egyszerűen úgy felgyűltek az orvosi költségeink, hogy képtelenek voltunk utolélni magunkat. Nem jött be annyi adományunk, mint amennyit kellett volna kifizetnünk orvosi költségre. Viszont ha nem vállaljuk be ezeket az állatokat, akkor ők meghalnak. Tehát nincs opció, nincs miből választani, vagy ez, vagy az. És mint állatvédők, nyilván állati jogokért és állati életekért küzdünk, egyszerűen nem tehetjük meg, hogy most egy kis anyagi hiány miatt azt mondjuk, hogy nem. Mert eddig sikerült áthidalnunk, megoldanunk, úgyhogy ez egy új dolog volt, hogy most szembesültünk azzal, hogy igen, van olyan, hogy nincs. Évente összesen 1000 kutya életét mentik meg az önkéntesek. Azok a kutyák, akik ide kerülnek, megkapják az oltásokat, bolhaírtáson és féregterelítésen esnek át. Ha szükséges, gyógykezelik őket, valamint szocializálják is. Ez pedig nagy kiadást jelent az egyesületnek. Jelenleg közel 1,5 milliós állatorvosi tartozásuk van. A személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlásával hasonló szervezeteknek, valamint egyházaknak is segíthetnek az adózók. Idén május 20-áig rendelkezhetnek adójuk 1%-ával az illetékesek. Azok az összegek, amiket nem ajánlottak fel, visszakerülnek az államkasszájába. Köszöntöm a stúdióban Magyar Norbertet, a NAV sajtóreferensét. Jó estét kívánok! Kezdj csokolom! Mi az, amit tudnunk kell az 1%-os felajánlásokkal kapcsolatosan, egyáltalán kiknek ajánlhatunk fel 1%-ot? Nagyon fontos, hogy csak azoknak a civil szervezeteknek, illetve a technikai számmal rendelkező egyházaknak lehet a felajánlásokat megtenni, akik egyébként teljesítik a jogi kötelezettségeiket. Ez azt jelenti, hogy regisztráltak, és egyébként pedig minden egyéb jogi kötelezettségüket teljesítették. Őket a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak a honlapján találhatják meg az adózók. Hogyha ott nem szerepelnek, akkor hiába teszik meg a felajánlásukat, sajnos az nem ér célba. Milyen jellemző hibák fordulhatnak elő akkor, amikor rendelkezünk az 1%-ról? Nagyon gyakori hiba az, hogy a felajánlók több civil szervezetet is, vagy technikai számmal rendelkező egyházat is megjelölnek. Ugye ilyenkor nem tudja eldönteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogy kiket részesítenek előnyben, ilyenkor érvénytelenné válik a felajánlás, illetve nagyon gyakran nem tüntetik fel az adószámot a civil szervezetnél és a technikai számot az egyházaknál. Ugye itt a pontos megnevezésen kívül ezeknek is szerepelni kell a felajánlásukba, illetve gyakori hiba, hogy valaki megteszi a felajánlását, amelyel nincs is semmilyen adminisztrációs hiba, viszont nem fizeti be május 20-áig a bevallási kötelezettségének megfelelő adóösszeget, és így nem teljesül ugye maga a bevallása, és nem tud célba érni ez az összeg. Milyen határidővel tehetjük ezt meg? Ha valaki elfelejt rendelkezni az 1%-ról, akkor van-e lehetősége pótolni? Május 20-áig lehet megtenni ezt az 1%-os felajánlást, illetve a nyilatkozatételi lehetőséget. Hogyha valaki már beadta a bevallását, akkor természetesen nem marad le semmiről, hiszen a bevalláson túl is és bevallási formától függetlenül is megteheti ezt a felajánlását. Május 20-a a határidő, mint már említettem, ez nagyon fontos, mert ez jogvesztő. Tehát, hogyha valaki ezután kívánja ezt a felajánlást megtenni, akkor sajnos erre már nincs lehetősége a továbbiakban.
Mennyire jellemző, hogy élnek az adózók ezzel a lehetőséggel, és milyen tendenciát lehet megfigyelni az elmúlt évekre visszamenőleg? Hát az előző évek viszonylataiban azt mondhatjuk, hogy minden évben egy picivel több felajánló jelentkezik. Viszont, hogyha azt nézzük, hogy 220 ezer személyvedelemadó bevallást várunk május 20-áig az idén a megyében, és a tavalyi évben mindössze a fele ajánlotta föl ezeknek a bevallóknak, ez 1+1%-ot, akkor ez nem túl magas szám, hiszen 100 ezer bevallásból még hibás nyilatkozatok is voltak, és úgy körülbelül 10 ezer volt az, amit hibásan küldtek be, és ezek felajánlások nem értek célba. Összegben ez mit jelent? Lehet tudni, hogy mekkora összeg került így civil szervezetekhez, illetve egyházakhoz? Lehet tudni, a tavalyi évben 207 millió forintot ajánlottak föl az adózók. Nagyon fontos, hogy csak abból a jövedelemből tudnak érvényes felajánlást tenni, amely adóköteles jövedelem, ugye akiknek bevallást kell benyújtaniuk, és esetleg nullás bevallást nyújtanak be, hiába teszik meg a felajánlásukat, hogyha nincs adóköteles jövedelmük. Mi az, ami az államnak megmarad körülbelül? Mekkora összeg az, amit így átengedünk az államnak, holott rendelkezhetnénk? Az állami költségvetésben ugye az összes többi összeg benne marad, ez bevallásokban országosan milliárdos összegeket is jelenthet, hiszen a bevallók, akik rendelkezhetnének ezekről az összegekről, sajnos vagy a nem tudás miatt nem teszik meg ezeket a felajánlásokat, vagy a tájékozatlanságuk miatt, vagy pedig rossz helyre küldik ezeket a felajánlásokat. Fontos tudni azt is, hogy a bizonyos 1% rendelkezéstől függetlenül azért egyéb adományokat is, illetve jótékonysági támogatásokat is felajánlhatnak cégek, illetve akár magánszemélyek. Természetesen, bár ezeknek a felajánlásoknak a köre, ugye itt a bevallásokban kell, hogy majd szerepeljen az éves elszámolásban. Ugye itt a sportcélú felajánlások jelennek meg, az egyéb jótékonysági felajánlások, viszont az 1+1%-os felajánlásokat csak civil szervezetek részére, illetve egyházak részére tehetik meg. Május 20-a már nagyon itt van. Mi az, amire érdemes felhívni az adózók figyelmét, és itt már nem csak az 1+1%-ra gondolok? A napokban kapták meg az adózók azokat a bevallási ajánlatokat, amelyeket a bevallási nyilatkozatuk megtételével, vagy az egyszerűsített bevallás igénylésével küldtek el az adóhivatalhoz. Ugye mi elkészítettük azokat a bevallási ajánlatokat, amelyeket most már megkaptak. Hogyha valaki esetleg ehhez nem jutott hozzá, akkor nagyon fontos, hogy az ügyfélszolgálatokon ezt mindenképpen jelezze. Azonban akik megkapták, azok mindenképpen vessék össze a saját pénzügyi bizonylataikkal is, hogyha megfelelőnek találják, akkor a bevallásukat teljesítettnek tekinthetik. Hogyha most ébrednek rá, hogy az 1+1%-os felajánlásokat azonban ők nem tették meg, akkor a későbbiekben még május 20-áig élhetnek ezzel a lehetőséggel. Magyar Norbert, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt ma este. Én is köszönöm.